szerettem a kémiát, és azt gondoltam, hogy valami gyógyítással kapcsolatos területet választok, és a gyógyszerészet az ideálisnak tűnt, és tulajdonképpen nem bántam meg, és ha még egyszer kezdeném, akkor is gyógyszerész lennék. Dr. Zelkó Román a pályaválasztására nagy hatással volt, hogy nagymamája sokszor szedett gyógyszert. Ez a professzor asszonyt már kislányként kíváncsivá tette, hogy mitől gyógyulnak meg a betegek. Én azt értem, hogy egy gyerek, ha azt látja, hogy a szeretett nagymamája betegeskedik, gyógyszert szed, akkor orvos akar mondjuk lenni, mert ki akarja vizsgálni őt, és gyógyítani akarja, mert ezt látja. De az, hogy egy gyógyszer szerkezete érdekli, és hogy mi van benne, az kevesebb gyereknél van, nem? Én mindig abban reménykedtem, hogy valami olyan anyagot kapunk, amitől ő meggyógyul. Uh-huh. És érdekelt egyszerűen, hogy mit szed, hogyan kell szedni, hogy aztán majd én figyeljek arra, hogy tényleg úgy beszedje, hogy az a beteg tájékoztatóban van. Innen indult, azt gondolom, meg gyerekként a patikával annyi kapcsolatom volt, hogy meg akartam úszni az orvost, hogy ne kelljen elmenni, felszúratni a fülemet, vagy valami ilyen invazív beavatkozás, hát ha a gyógyszertárban megoldják. És akkor elmentünk, mindig mondtam, menjünk el, hát ha kapok valami olyan szirupot, vagy valami oldatot, amitől meggyógyulok. Tehát ilyen élményeim voltak, de egyébként gyógyszerész a családunkban nem volt senki. Édesapám, ő térképész volt. Volt egy térkép elmélete a NASZKA vonalakról, azt meg is jelentette 80-ban a Magvető Kiadó, a Kősivatag titka címmel írt egy könyvet, ami egy koherens elmélet volt, térképészként térképnek fogta fel ezt a vonalrendszert. Egyébként rendkívül kreatív ember volt, és amikor Szent Györgyi Albert írt neki egy gratuláló levelet, pont ezt emelte ki, hogy egy magyar ember, aki ennyire kreatív, hogy gratulál ehhez az ötlethez. Amit megéltem otthon a családban, az egy művelt, kreatív millió, elvárásokkal, de nem irreális elvárásokkal, inkább olyan kritikával, hogy tudjam elhelyezni magamat a világban. Lássam a teljesítményemet, az értékeimet, és nem utolsó sorban lássam mások értékeit is. És ez nekem igazából mindennapi munkámban nagyon sokat ad, hogyha értékekkel találkozom, és ezt meg kell becsülni, és azt támogatni kell. Tehát azt gondolom, hogy ez otthonról jött. Dr. Zelkó Romána, a Gyógyszerész Tudományi Kar egykori dékánya, az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének igazgatója, egyetemi tanár. 1991-ben szerzett gyógyszerész oklevelet a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Tudományi Karán. 1996-ban PhD fokozatot szerzett, majd 2003-ban habilitált gyógyszertechnológiából. 1991 és 2000 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében egyetemi gyakornok, tanársegéd, adjunktus. 1996 és 1999 között különböző ösztöndíjas tanulmányutakon vett részt a Genti Egyetemen. 2005-től a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének igazgatója. 2006-ban Sanofi Aventis Magyar Kutatási Díjjal tüntették ki. 2013-tól 2020-ig a Semmelweis Egyetem Gyógyszerész Tudományi Kar dékánya. Számos tudományos szervezet és szerkesztőbizottság tagja. Tudományos érdeklődése az innovatív technológiájú polimer alapú gyógyszerhordozók fejlesztése és vizsgálata, stabilitáskövetés nem destruktív módszerekkel, betegközpontú magisztrális gyógyszerkészítmény fejlesztés klinikai terápiára. Édesanyám, ő gazdasági szakember volt, ő
ő nagyon gyorsan gondolkodott, gyorsan átlátott helyzeteket, 56-ban megnyerte az Arany Dániel matematika versenyt. Tehát úgy volt egy elképzelés, hogy ő, hát hogy nekem a középiskolában mit kellene teljesíteni, vagy, de aztán én azt nem hoztam a középiskolában. És ott a nagymama volt, aki azt mondta, hogy nem baj, mire kell, arra majd tudni fogja. A nagymama tompított, de ugyanakkor szigorú volt ő is. És aztán gyógyszerésznek miért is jöttem? Hát egyrészt érdekelt a gyógyszer, a gyógyító anyag, szerettem a kémiát, és azt gondoltam, hogy valami gyógyítással kapcsolatos területet választok, és a gyógyszerészet az ideálisnak tűnt, és tulajdonképpen nem bántam meg, és ha még egyszer kezdeném, akkor is gyógyszerész lennék. A professzorasszony bár a középiskolát különösebben nem szerette, a felsőoktatásban nagyon jól érezte magát. Itt találta meg, hogy mi az, ami igazán érdekli. Az egyetemi tanulmányokat én nagyon élveztem. Nem azt mondom, hogy minden tárgyat, a leíró tárgyakat kevésbé, de a kémiát, nagyon sok kémiát tanultunk, alapozó kémiától, a gyógyszerészi kémiához, illetve tulajdonképpen amivel én foglalkozom, az gyógyszertechnológia, de az egy alkalmazott fizikai kémia, kolloid fizika, ami úgy végig érdekelt. Hogy jött aztán a lehetőség Belgiumra? A Semmelweis Egyetem gyógyszertudományi karán kezdtem a munkámat egyetemi gyakornokként, 91-ben, és a doktori, tehát a PhD dolgozatomat is ott írtam meg, és Rácz professzor mondta nagyon helyesen, hogy ha az ember megvédi a PhD-t, akkor el kell menni külföldre tanulni. És ő mondta, hogy van itt egy ötvös, magyar állami ötvös ösztöndíj, pályázzam meg. De ez így valamikor tavasszal volt, és volt rá egy hét, hogy és mondtam, de professzor úr, hát egy hét. Azt mondja, mi az, hát egy hét, az sok is. Hát de mondtam, még kell fogadó levél is. És mondta, hogy ezzel én ne törődjek. Másnapra ott volt a fogadó levél, a Genti Egyetem gyógyszertechnológia laboratóriumába kerültem, ami számomra meghatározó volt, mert egy módszert haza tudtam hozni, és tovább is tudtam itt fejleszteni. Jól sejtem, hogy valamit nagyon látott benned Rácz professzor, hogy egy hét, azt mondta, hogy egy hét is elég erre. Igen, ez professzor. És ezért egy nagyon fontos útra terelt rá. Amolyan mentor volt? Igen, de nem a hagyományos értelemben. Tehát ő nem úgy volt mentor, hogy ő ott hát rendszeresen beszélgetünk. Mondott egy-egy dolgot. Például úgy indult a munkám, hogy Romika, vonjon be valamit valamivel, és előbb-utóbb lesz belőle valami. Tehát ezt így utalva azt mondom, te jó ég, hát én ezt így nem merném mondani a tanítványomnak. De mégis hasznos volt, mert sok szabadság volt benne. Az ösztöndíjas tanulmányi utak után Vince professzor úr egyszer behívott ide beszélgetni, hogy akkor én adjunktus voltam, hogy ő arra gondolt, hogy én jöjjek át ide, vezessem itt a technológia labort, aztán majd, ha ő nyugdíjba megy, akkor úgy gondolja, hogy én lehetnék az ő utódja. Én 2000-ben kerültem ide, tehát több mint 20 éve. Itt ilyen kutatási háttér nem volt, tehát az az évek alatt hát építettük fel a laboratóriumot, és 2005 után jöttek PhD-sok, akikkel az elmúlt közel 20 évet csináljuk, úgyhogy mindenki hozzátesz valamit ehhez a munkához. Kiváló gyógyszerész, intézeti gyógyszerész, kórházi klinikai gyógyszerész kollégák azok, akik körülvesznek. Ott van lehetőségem rezidensekkel konzultálni, látni a fejlődésüket. Ez is egy nagyon izgalmas része a mindennapi munkámnak. Nekem Semmelweis Egyetem ezt adta. Dr. Kazsoki Adriennel és Dr. Palcsó Barnabással abban a laboratóriumban találkozunk, ahol a gyógyszerész hallgatók egyetemi éveik alatt a klasszikus gyógyszerkészítés alapjait sajátítják el. Ők mindketten évekkel ezelőtt csatlakoztak a professzor asszony csapatához doktoranduszként, majd nála szereztek doktori fokozatot, mára pedig együtt kutatnak. Milyen a közös munkátok? Napi szinten találkoztok, dolgoztok együtt, vagy már mindenkinek megvan a maga területe, és néha egy-egy ponton találkoztok? Hogy kell ezt elképzelni?
Hát gyakorlatilag napi szinten tartjuk a kapcsolatot, mindig megbeszéljük az aktuális teendőket. Mindenkinek van egy-két hallgatója, mondjuk tudományos diákkörös hallgatója, azokat alapvetően mi koordináljuk, de Romána vezeti az egész kutatócsoportot, és hát nagyon inspiráló vele dolgozni, mindig van ötlete, mindig van ötlete arra vonatkozó, hogy hogyan menjen a kutatás tovább, de nyitott a mi elképzelésünkre is, és általában ebből a kettőből születik meg a végső. Szigorú? Nem. Inkább türelmes. Az én esetemben ezt a tulajdonságot emelném ki. Könnyű volt nagyon Románával együtt dolgozni, mert tényleg, ahogy Adri is mondta, nagyon támogató volt, sokszor jobban hajtotta a kutatást, mint ahogy esetleg az ember magától csinálta volna. Igen, tehát ő kérte, hogy küldjük az anyagot, ha megvan. Úgyhogy elég dinamikusan lehetett haladni a kísérletekkel, meg a publikációkkal is. Olvastam interjút veled, és azt éreztem belőle, hogy az ő sikereiknek, mintha jobban örülnek. Igen, igen. Tehát az hajt is, hogy na még mit lehetne neki, hogy milyen ösztöndíjat, hogy lehetne még a lehetőségeket bővíteni. Azért azt látni kell, hogy nagyon kompetitív környezetben dolgozunk. Ezen a területen is nagy a verseny, és ahhoz, hogy olyan eredményekkel tudjunk kiállni, amit jó helyeken tudunk publikálni, hát ahhoz kell egy kitartás, de hát háttér, megfelelő, ugye ez experimentális munka, és a pályázati sikeresség az, azt gondolom, hogy ez kulcs. Az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet nano- és mikroszál készítő laboratóriumába is bepillantottunk, ahol dr. Sebe István fogadott minket. 2012-ben kezdtem el itt az intézetnél, meg itt az egyetemen PhD hallgatóként dolgozni, és aztán ez a munka így viszonylag hamar magas intenzitásúvá vált, és gyakorlatilag azóta különböző témákban, különböző feladatokban, projektfeladatokban dolgozunk együtt professzorasszonnyal már, én már 10, lassan 11 éve. Most egy elszánt PhD hallgató van, egy olyan nazális formuláción dolgozunk, ami egy ilyen nose-to-brain delivery, vagy nose-to-brain útvonalon keresztüli hatóanyag leadást és célzott hatóanyag felszabadulást jelent, és mindezt az agynak a glioblasztóma tumoros elváltozásának a terápiás kezelésére, de nyilván azért ennek a témának elsősorban formulációs és technológiai fókusza van, de a megcélzott indikáció az agydaganat. Mi az, amit Románától kaptál mindehhez? Ez egyik szó, amit találtam erre, az a játéktér, a szó pozitív értelmében. Volt egy olyan játéktér, ahol a kísérletes munka, a konzultáció, akár az éjszakákban nyúló beszélgetések, de nem kényszeredettségből, hanem lelkesedésből, és ebben volt egy nagy partner professzor, azt mondja, mai napig is egyébként, ami nekem nagyon, nagyon pozitív. És amikor volt egy mérföldkő, akkor azt egy közös ebéddel, egy vacsorával megünnepeltük, kibeszéltük, tehát hogy ez PhD-sként ez a korszak volt. És most így meg. Hát én azt gondolom, hogy ezen a szinten ez nincs különbség. Ez nem, abszolút nem változott. Ami változott, hogy örülök, hogy látom, hogy vannak itt már maradt. Istvánnak PhD-hallgatói. Ja, és hogy vannak. És hogy ők is lelkesen dolgoznak.